Az erdővidék gyöngyszemeként emlegetett Uzonka-fürdő a Murgó-hegység lábánál, Uzonka és Pisztrángos patakainak völgyében fekszik. Egykor a betegek gyógytelepe, a zajos világból menekülők csendes pihenőhelye volt, mostanra azonban erejét vesztett, leromlott állapotában fogadja látogatóit. A Pisztrángos és a főforrás ma is kincset érő vizet adnak, a melegfürdőnek viszont alig maradt nyoma, s bár a hidegvízű medence ma is használható, csak árnyéka a régi önmagának. Több mint 60 éve járok ide Uzonkába. Én többször jártam itt az édesapámmal. Itt egy hatalmas játszótér is volt itt velünk szembe, Kuglival, meg akkor nem olyan rég épült ugye a fürdő, sok nézeteltérésünk volt a fürdővel, nem is a fürdővel, hanem a borvízzel kapcsolatban. Többször kipucoltuk, kalákát szerveztünk. Egyik esztendőben 120 sörös üveget szedtünk ki a bazinból. Kegyetlenül érintett minket az a dolog, hogy nem akarja a világ megérteni, hogy ez egy gyógyfürdő. Elég idős kollégák voltak valamikor a közbirtokosság vezetői, és úgy gondolták, hogy nekik már nem éri meg ebbe a fürdőbe befektetni, holott én mindig biztattam őket, hogy vagy fektessünk be közösen, vagy hosszú távú bérbe adják át a nagybaszoni birtokosságnak, hogy tudjunk valamit kezdeni vele, mert én azt tartom, hogy ha őseink 1927-ben meg tudták alapítani, akkor most jobb kötelességünk nekünk ezt újra megcsinálni és működtetni. Lett generációváltás a kollégák körében, több helyen a birtokosságoknál. Most már azon a ponton vagyunk, hogy megegyeztünk a kollégákkal. Azt mondták, hogy az eltelt időben befektetett pénzünkbe bepótolnak, betársulnak, és keressük azt a pályázati lehetőséget, amivel fel tudjuk újítani Uzonka fürdőt. Volt egy lehetőség ebbe az évben balnéo klimatérikus egységeknek több millió euró pályázatra, közösen polgármesteri hivatalra vagy megyei tanáccsal. El is indultunk mi ezen az úton, csak ott ütköztünk bele a problémába, hogy Uzonka fürdő nem szerepel úgy a balnéo klimatérikus egységek listáján Romániába, tehát ezen a problémán elbukott ez a pályázati lehetőség. Ebből nagyon-nagyon szép dolgot lehetett volna csinálni, elkezdve az utaktól a fürdőnek visszaállítani azokat az ösvényeket, amik régen voltak, valamikor még mécsességet, amikor még Uzonkába villany se volt. Esténként volt tekepályája Uzonkának, bigszádi zenészek jártak Uzonka fürdőre szórakoztatni a vendégeket vasárnap általában. Na ezt valahogy, ha vissza lehetne hozni, ez nagyon jó volna. És valóban, egykor pezsgett az élet. Kelemen Csongor és felesége Dalma évtizedek óta töltik itt a nyarakat, Áci néni itt született, és itt él most is. A régi Uzonka képe pedig ma is tisztán él az emlékeikben. Ide járt fel Kovászna megye Krémje. Itt kötöttek baráti társaságokat, itt szerveztek ilyen-olyan mulatságokat. Valóban a két világháború között csodálatos emléke maradt meg azoknak, akik ezt itt végig élték. Nekem csodás volt Uzonka fürdő már gyerekkoromban. Ezeken a sétányokon végig le voltak hintve homokkal, gerebjével meg voltak csíkozva. A fákon lampionok égtek, amit minden este meggyújtottak. Krinolinos hölgyek, katonatisztek
sétáltak ezeken az útakon. Itt olyan barátságok szövődtek, amit soha nem felejtettek el az emberek. Csodás volt az élet. Színdarabokat tanultunk, amit a Bardos Sándor tanító, bácsi tanított. Mert nincsenek fényképek róla, de nagyon jó volt az időszak. Ezek a színdarabok, visszaemlékszem most ezt sokszor, hogy milyen jól éreztük magunkat. Azokat az időket nagyon nehéz. Kedves emlékek nélkül visszaadni. Minden évben rendeztünk egy nagy kalákat, ahol mindenki jött szívesen segíteni. Amit lehetett, mindent elkövettünk, hogy itten az élet menjen tovább. Akkor működött egy melegfürdő. Mi is, mint fiatalok, sokszor pompáltuk a vizet fel a bazinból, hogy teljen fent a tartány, amit meg lehetett melegíteni. De ezt már nem lehetett így tovább csinálni. Annyira megromlott az épület, hogy életveszélyes lett, le kellett bontani, elhordtak mindent innen, mind ahogy látszik, ugye? Az idáig való javításokat, ahogy visszakaptuk, a Nagybatoni Közbirtokosság javította, tehát rendbe tettük ugye a fürdő környékét, csináltunk illemhelyet, öltözőt. Ezek már megint ugye csak tönkre mennek, mert a deszka a fürdőn környékén mindig ázik, tehát most már megint ott tartunk, hogy újra kell csinálni, újra kell csináljuk a medencéket, tehát azokat a víztározókat, amik begyűjtik a borvizet és táplálják a fürdőmedencét, és a tavalyi évben javítottuk fel, tehát csináltuk meg a borvízforrást. De a borvízforrás környékénél még vannak simítások, amit el kell végeznünk, utána pedig fel szeretnénk újítani a kinti medencét, tehát legyen egy kinti hideg fürdőzősi lehetőség és egy kinti meleg fürdőzősi lehetőség. Veres Ferenc írása szerint Uzonka borvizei számos betegség kezelésére alkalmasak, többek közt emésztőrendszeri panaszokra, érelmeszesedésre, de légúti megbetegedések esetében is. A főforrást a település központjában találni, a Pisztrángos forráshoz egy rövidebb erdei túra árán lehet eljutni, amit már a látvány miatt is érdemes bevállalni. A forrásüledék ugyanis gyönyörű méztufa képződményt alkotott. Volt azonban Uzonkának egy másik különlegessége is, az úgynevezett Holland Strand, amelyet egy Hollandiából Uzonkára letelepedő házaspár álmodott meg és épített fel a 2000-es évek elején. Buhlyamir Csákkalin és felesége Deák Mónika 2015 óta társtulajdonosai a vállalkozásnak, amely többször is állt már a csőd szélén, 2023. augusztusában azonban végleg bezárt. Fizetésképtelenségük okán most úgy döntöttek, eladják a strandot, ahol tavaly ilyenkor még teltház volt. Több vendég külföldről jött ide táborozni, Belgiumból, Németországból, Hollandiából, Magyarországról, de sok brassói és természetesen háromszéki, erdővidéki is itt fürdőzött. Uzonka egymagában nagyon csendes. Ebben a rohanó világban rengetegen vágynak a hétvégi vagy a délutáni csendre, tehát sokan munkaidő után is vacomból fölhozzák a gyerekeiket egy hideg fürdőzésre. És biztos, hogyha oda jutunk lassan-lassan, hogy tudunk valami szépet csinálni, lesz kevendősége. Uzonkán napjainkban nagyjából 50 állandó lakót és legalább 200 nyaralóházat számlálhatunk. Kétségtelen, hogy az üdülőtelep sokkal szebb napokat is látott már, a fürdőhely varázserejének egy része azonban fennmaradt. Akárcsak a legenda, amely Piliske és Uzonka reményvesztett szerelméről szól,
s arról, miként vétette el az öreg morgó Piliskéremért halálos csapását, és ölte meg saját leányát, a fürdő névadóját.